Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, mi vagyunk a PPH egyik tízes igazgató házaspárja. Barta Tusek János vagyok, szintén igazgató házaspár. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, a legutolsó, amit műveltem, az ácsolás volt, meg könnyű szerkezetes házakat építettem, és eközben találtam rá 2014. októberbe Szedlacsik Miklós előadásaira és magára a PPH-nak a weboldalára. Én nem voltam rest, hanem egyből találtam ugye egy telefonszámot a weboldalon, felhívtam és beszélgettem a Szedlacsik Miklós feleségével, a Szedlacsik Marianna, hogy mi is ez, meg mit lehet itt csinálni. És nekem ez nagyon megtetszett, hogy ilyen rugalmas, otthonról nézhetem, vagy eljöhetek ide is nézni. A lehetőségekről még nem is kérdezősködtem, de egy hét múlva volt szerencsénk beszélni a Szedlacsik Miklóssal, és rájöttem, hogy egy olyan emberrel beszélgetek, aki sokkal jobban kezel egy beszélgetést, mint ahogy én, pedig én akkor marha nagyra voltam abban, hogy én milyen jót csinálom. És rájöttem, hogy találtam egy embert, akitől van mit tanulni. És onnantól kezdve egy ilyen tisztelet alakult ki bennem az irányába, ami azóta is csak nő és nő. És még mindig van mit tanulni, pedig itt vagyunk 8 éve. És mára már ugye a fő tevékenységünk az, hogy tanulókat szervezünk a PPH-ba. És segítünk nekik, hogy ők is fejlődhessenek. Ez így van, magamról röviden annyit, hogy az én civil foglalkozásom kereskedelmit végeztem. Gyulán élünk, házasságban, van egy 14 éves lányunk. Én igazából a Nyílt Akadémiát azért kezdtem el, legfőképpen, mert én 4 hónappal később csatlakoztam, mint a párom, de én elsőként nagyon tetszett az, hogy talált egy olyan mestert, aki tud ráhatni. Mert igazából mi, amikor ide kerültünk, előtte már nagyon sokféle képzésen vettünk részt, és azért is vettünk képzéseken részt, mert problémáink voltak. Legfőképpen nekünk akkor a párkapcsolat sem úgy működött, ahogy szerettük volna, és volt egy jó nagy hiteltartozásunk, ami már olyan szinten volt, hogy tehát mindenünk már végrehajtás alatt volt, és ebben nem csak mi voltunk benne, hanem így húztuk bele a szüleinket is, mert ők is benne voltak ebben. És igazából a párom már tanuló volt, és persze a Miklóstól kaptuk folyamatosan azt a segítséget, amivel ezeket a dolgokat helyre tudtuk hozni. És akkor azt mondtam, hogy itt valóban egy olyan mester van, aki olyan tudást és olyan módszert tud nekünk adni, amivel helyre tudjuk hozni a életünkben, bármilyen probléma legyen, az most már azt mondom. És mint a párom is elmondta, egyébként nagyon szimpatikus volt valóban, hogy elsőként, hogy otthonról tudjuk hallgatni, mert ezek online vannak ezek a képzések élőben, vagy akár ide lehet jönni személyesen is az irodában, és meg az, hogy tényleg olyan használható tudás van, amit be tudunk építeni a hétköznapjainkban. Nekem ez nagyon, nagyon megfogott. Ugye ezt úgy lehet mondani, hogy nincsen szakadék a tanított dolgok és a hétköznapi élet közt, hanem egyből be lehet ültetni a hétköznapi életbe, amit itt hallasz. Én kifejezetten élvezem, hogy amikor hallok valami újat, ami úgy érzem, hogy megakad a fejembe, és akkor mit tudom, egy helyzet úgy 2 napon belül, és akkor el tudom kezdeni használni azt, amit tanultam itt a képzésen, és ugye ez egy sikerélményé válik az emberben, amikor egy ilyen jó dolog létrejön. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunoltét ZRT és a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkat.
bolygónkon. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. 1987 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen más témakör és más indítatású tevékenység volt. A PPH spirituális közösség vezetője, Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek Szedlacsik Miklós mindent alárendelt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever, csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médium képességgel rendelkezik. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szinte emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkós, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadást nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük akkor, mivel is foglalkozunk. Képzéseket tartunk. Ezek a képzések, mondhatjuk, hogy coach képzés. Mi a coach? Azt jelenti, hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben. Mondhatjuk azt, hogy személyiségfejlesztő képzéseket tartunk elsősorban. Ugye szó volt arról, hogy volt egy szó, hogy spirituális. Ugye mit jelent ez a szó? Ugye a házi gazdánk ugye mondta. Ugye mit jelent ez a szó? Azt jelenti, hogy nem csak anyagi világgal foglalkozik egy ember, hanem azzal is, hogy szellemi dolgokkal is foglalkozik. Ugye mit jelent a szellemi dolgok? Tehát ugye elég érdekes kifejezés ez a magyarban, ez a szellemi dolgok, mert az emberek, mikor arról beszélnek, hogy szellemi dolog, akkor elsősorban az jut eszükbe, hogy szellem. Tehát akkor egy spirituális közösségben a szellemekkel foglalkoznak? Hát igazából nem azzal foglalkozunk, hanem a gondolkodással foglalkozunk, és az energiákkal foglalkozunk elsősorban, és azon belül foglalkozunk az értelmes energiával is. Na most az értelmes energia, az így, mint értelmes energia, az talán nem is köztudott. Tehát ezt így, mint értelmes energia, ezt nem nagyon használják. De úgy, mint lélek, úgy használják, és egyébként pedig össze lehetne kötni a lelket magával a szellemmel, ugyanis amikor szellemekről van szó, pedig az imént azt mondtam, hogy ugye nem ezt jelenti, pedig ha szellemekről van szó, akkor ilyen szellem lényeket látnak bizonyos emberek, akiknek erre képességük van, hogy láthatnak ilyen lényeket, és amikor látnak ilyen lényeket, azok elsősorban olyan lelkek, akik nem távoztak el a Földről,
amikor kikerültek az emberi testből. Tehát ma a Földön a legtöbb olyan szellem, amit az emberek valamilyen formában érzékelnek, van aki mondom képes arra, hogy lásson, van aki egyéb érzékeléssel képes rá, ez azt jelenti, hogy azok a szellemek, akit érzékelnek, azoknak a nagyon nagy százaléka, az volt emberben lévő lélekről beszélünk. Tehát most gondold végig, hogyha megnézzük az arányokat, akkor mondhatjuk azt, hogy sok százszor több az a szellemlény, az a szellem, amelyik itt van a bolygón és érzékelik, mint nem emberi testből származó lélek, illetve szellemlény. Na most ezt azért mondom, mert gondold végig, ugyanúgy, ahogy nem félsz egy embertől, ugyanúgy miért kellene félni egy olyan lélektől, amely emberi testben volt, csak mivel nem tudta, hogy utána neki mi a dolga, amikor meghal, mint léleknek mi a dolga, ezért itt maradt a Földön. És ezáltal, hogy itt maradt, egyesek érzékelhetik az ő jelenlétét. De képzeld el, olyan szellemi lényeket is szoktak érzékelni, általában mikor? Éjszaka, amikor egy ember lelke alvás közben kilép a testéből, aki alszik, azt hiszi, hogy álmodik, közben a teste az kim, a testéből kim van a lélek, és kóborul ide-oda, majd visszatér természetesen a testébe, mielőtt fölébredne. Hát hogyha közvetlen utána ébred föl, akkor még emlékszik is erre a kóborlásra, de hát nem tudja, hogy az ténylegesen a lelke gyártotta azt az álmot, hanem egyszerűen csak ugye azt gondolta, hogy egy képzelgés. Ugyanis sokan ezt csinálják, hogy éjszaka, amikor alszanak, kilépnek a testükből éjszaka, és tudattalanul, tehát nem tudta, hogy kilép a testéből, és közben ugye a lélek úgy működik, hogy nincs előtte akadály. Tehát az azt jelenti, hogy át tud menni bármilyen tárgyon, és a pillanat sebességével tud közlekedni a Földön. És ez azt jelenti, hogy mondjuk miért látnak az emberek éjszaka több szellemlényt? Mert az emberek egy jó része, aki alszik, kilép a testéből, és közben, mondom, ezt nem tudja, jár ide-oda, mint lélek, más esetleg érzékel éjszaka, hogy ott van. Na most gondold végig, miért féltek tőle? Egy éppen élő ember, amikor éjszaka kilép a testéből, és nem tudja, hogy kilépett, és a lélek ugye kíváncsiskodik, mert ugye a lélek az alapvetően ugye jó rezgésű, kíváncsiskodik, és akkor esetleg valaki érzékeli azt, fél tőle, vagy megijed tőle, egy olyan lélektől, ami ártalmatlan. Ugyanúgy, mint emberként az az illető ártalmatlan, ugyanúgy lélekként is ártalmatlan. Tehát igen kis százaléka a szellemlényeknek olyan, amelyik nem ilyen típusú lélek, illetve szellemlény, mint amit elmondtam, mert most két típust mondtam el,
és ha ártó célzattal lenne az a szellemlény, akkor gondold végig, hogy miért pont téged kereste meg. Oké? Na most ugye most egy olyan dologról beszéltem itt belecsapva gyorsan ebbe a fantasztikus dologba, mert mondhatjátok, hogy ez fantázia képzelete az egész, szüleménye. Na most gondold végig, hogy mi a jobb neked, hogy miben hiszel, mert te abban hiszel, amire tanítottak, jó? Maradjunk ennyibe. Ha nem tanítottak volna semmire, akkor nem hinnél semmiben. Tehát az ember abban tud hinni, amiről információja van, oké? Sőt, abban nem tud hinni, amiről semmi információja nincs, nem is tudja, hogy létezik. Vagy téves információja van róla, mondjuk negatív információja, és akkor abban a dologban nem hisz. Na most gondold végig, te hihetsz abban, hogy nincs benned egy ilyen lélek. És van egy életed, egy halálod, ami azt jelenti, hogy a lelked meghal a testeddel együtt, eltűnik a semmibe a testeddel együtt. Nekem tök mindegy, hogy te miben hiszel. Érted? Te hihetsz nyugodtan ebbe, hogy a lelked az meghal a testeddel együtt. Én tudom, hogy ez nem így van, tehát nem hiszem, ugye nagy tévedés, aki azt gondolja, hogy hiszem. Én tudom, hogy nem így van, hanem tudom, hogy volt előző életem, és tudom, hogy abban is ott volt ez a lelke, tudom, hogy lesz következő életem, és tudom, hogy akkor is ez a lelkem lesz jelen, abban a testben, és azt is tudom, hogy egy öreg lélek vagyok, tehát hogy már év milliárdok óta létezem, mint lélek, ezt is tudom. Na most mondom, te azt hiszed, amit akarsz, de a te lelked is legalább másfél millió éves, de nekem nyugodtan nem kell hinned, semmi gond nincs ezzel. De gondold végig, neked melyik a jobb? Az, hogy egy életed van, egy halálod van, és elmúlik minden, mikor meghalsz, vagy az, hogy volt előző életed is, lesz utána következő is. Gondold végig, hogy te mennyit veszthetsz azzal, hogyha csak abban hiszel, hogy ez az egy életed van. Nem tudom, nem vetted észre az összekapcsolódást arra vonatkozóan, hogy mikortól létezik az, hogy az embernek egy élete és egy halála van? A 20. század elejétől. Nem véletlen onnantól, amikor elkezdték Amerikában gerjeszteni a fogyasztói társadalmat. Mert ha az emberek elhiszik azt, hogy egy életük és egy haláluk van, akkor mindent ebben az életben akarnak megélni, és ez baromi jó a fogyasztói társadalomnak, baromi jó a multimilliárdosoknak. Mert nekik még több pénzük lesz, ha te még többet fogyasztasz, még többet vásárolsz. Világos ez? Addig, ameddig nem volt fogyasztói társadalom, az emberek abba hittek, hogy van lélekvándorlás. De nyilván nem életünk során, hanem halálunkat követő új életben bevándorol a lélek egy másik testbe. És ez így volt a bolygó. Sőt, a bolygó nagy részén még most is ebben hisznek az emberek, csak a fogyasztói társadalom embere nem hisz ebben, hogy minél többet vásárolhasson, hogy minél inkább ebben az életben éljen meg mindent. Csak ezzel van egy óriási probléma. Ha minél több dolgot akarsz ebben az életben megélni, annál több problémával is fogsz találkozni. Ami azt jelenti, hogy megkérdezném, hogy mennyire tudod kezelni a problémákat. Mennyire a kezelés, ugye az a megoldás. Mennyire tudod megoldani a problémákat?
Hát az átlag ember megoldó képessége az arra terjed ki, hogy egy-két problémát meg tudjon oldani. Csak ma az átlag ember nem egy-két problémával rendelkezik, hanem sokkal többen. És párhuzamosan egyszerre több mint egy-két problémát megoldani, az annál nehezebb, minél több problémát kell egyszerre megoldani. Még akkor is, ha az embernek van tudása természetesen valamilyen szinten arra vonatkozóan, hogy az ember hogy oldja meg a problémáit. De az emberek azt gondolják, hogy az iskolából való kikerüléssel lezajlott a tanulási folyamat. Pedig van egy univerzumi szabály, hogyha valamit nem fejlesztünk, akkor az visszafejlődik. Ha valamiről nem gondoskodunk, az elhamvad előbb-utóbb. Tehát mindenről, ha azt akarjuk, hogy az legalább szinten maradjon, tehát legalább szinten maradjon, azért tenni kell. Mondok példát. A párkapcsolat a legtöbb embernél úgy működik, ha megnézed, hogy mikor összeismerkednek, ó, hát minden gyönyörű, minden szép, nem? Majd összekötik az életüket, és akkor kiderül, hogy na hát lakva ismeri meg az ember egymást. Ami annyit jelent, hogy az emberek fogják, és megismerik a másik hibáit. Mivel már sokkal többet vannak együtt, és nap mint nap együtt vannak, és már nem csak a jó oldalát mutatják a másiknak, hanem mást is. És az azt jelenti, hogy az emberek egy idő után minimum hajlamosak arra, hogy ráunnak egymásra. Tehát elindul egy olyan folyamat, hogy gondold végig, addig, ameddig két ember összejön egymással, mennyit tettek azért, hogy az a párkapcsolat odáig jusson, hogy összeköltöznek. Tehát mennyit kellett azon dolgozni, hogy egy párkapcsolat oda jusson a két embernek? Mennyit kellett azon dolgozni, hogy oda jussanak, hogy összeköltözzenek? Netán-tán megházasodjanak. Mennyit kellett ezen dolgozni? Majd ugye megtörténnek ezek az események, és utána hol van, hogy a további tett azért, hogy az a párkapcsolat az ne sorvadjon el. Gondoljuk végig. A legtöbb ember már természetes dolognak vesz mindent ilyen esetben, ha már megvan, és onnantól már nem tesz értete. Pedig egy univerzális szabályról beszélek, ha valamit nem építünk, az leépül. Mindenről van, minden tönkre megy. Ami anyag a világegyetemben, ami anyagból van, az minden leépül. És minden a halál felé mutat. Egy kérdés van, hogy ez mennyi időt tartam. Egyetlen egy dolog van, ami örök, az pedig az energia. Az nem tud leépülni, csak átalakulni, tudjuk, jól tanultuk. Az energia az csak átalakul. Sőt, van egy energia, ami még ezt se csinálja, az átalakulást. Ezt úgy hívják, hogy értelmes energia, más néven lélek. A lélek az egy örök létű. Az egyszer létrejött, mert létrehozta valaki, azt most nem fogom elmesélni, hogy kicsoda. Jó, tehát létrehozta, és onnantól kezdve az, míg a világ, az a lélek létezik, és nem pusztul. És ez a lélek benned van. Nekem nem kell hinned azt, amit én most elmondtam. Te azt gondolsz, amit akarsz, mondom még egyszer, de azért értelmesebb dolog, legalábbis én így gondolom számomra, abba hinni bárkinek, hogy benne egy öröklétű értelmes energia van, amit úgy hívnak, hogy lélek, mint abba hinni, hogy nem létezik egy ilyen dolog, és csak a testünk van, és semmi más.
Oké? Na akkor ugye nézzük meg, honnan tudod, hogy amit elmondtam, az biztos, hogy van benned egy értelmes energia, amit léleknek neveznek. Az állatoknak is van agyuk, mégse értelmesek. Miért? Mert nincs bennük értelmes energia, azaz nincs bennük lélek. Világos ez? Tehát vannak, akik akár spirituális emberként, tehát szellemi dolgokkal foglalkozó ember, ugye azt jelenti a spirituális, szellemi dolgokkal foglalkozó emberek, vannak olyanok, akik azt gondolják, kezeljétek el, hogy az állatban is van lélek. Oké, és azt mondják, hogy az állatban is van. Mert összekeverik az élet energiát a lélekkel. Külön dolog az életenergia, tehát az emberben van, meg az állatokban is van, meg a növényekben is van életenergia, de az nem lélek. Oké? Sőt, vannak vallások is, amelyek ezt összekeverik. Tehát összekeverik az életenergiát a lélekkel. Tehát természetesen, ha az emberből is kimegy az életenergia, a test hal meg. A lélek nem. Világos ez? Ugyanúgy, kimegy egy állatból az életenergia, elpusztul az állat. Egy növényből kimegy az életenergia, elpusztul a növény. Világos ez? De az nem lélek. Tehát ne keverjük össze a lelket, meg az életenergiát. Ez két különböző dolog. Az életenergia az nem értelmes, az a létfenntartás szolgálja, de maga a lélek az egy értelmes energia. Oké? Tehát nem keverendő a két dolog egymással. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, itt vagyunk mi emberek, és azt hiszünk, amiről tudomásunk van, és el tudjuk fogadni. Oké? Abban senki nem tud hinni, amiről azt se tudja, hogy létezik. Tehát onnantól kezdve tud az ember valamiben hinni, ha tudja, hogy az van. Oké? Amire te azt gondolod, hogy az nincs, még akkor is, ha hallottál róla, tehát most hallod tőlem a lelket, mint kifejezést és a tulajdonságait, a léleknek a tulajdonságait, de mégis azt gondolod, hogy nincs, akkor te abban nem tudsz hinni. Világos ez? Tehát abban tud az ember hinni, amiről tudja, hogy létezik. Oké? Tehát, hogy van. És az a baj, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy hiszem, ha látom. Tehát magyarul, hogyha nem érzékelsz valamilyen formában, ugye az öt érzékszerveddel, egyébként 12 érzékszervünk van, csak úgy mellesleg, de az öt érzékszervünk az ismert, mindenki által ismert, ugye ez a, mondjátok az öt érzékszervet? Látás, hallás, ízlelés, szaglálás, tapintás. Így van, ez az öt alapérzékelésünk. Tehát sok ember azt gondolja, hogy mivel a lelket ilyennel nem tudom érzékelni, ezért az nincs. De könyörgöm, a levegőt azt mivel érzékeled? Mondjuk a levegőben az oxigént mivel érzékeled? Honnan tudod, hogy van oxigén a levegőben? Mert tanították, nem? Ha nem tanították volna, tudnád, hogy van az levegő az oxigénben? Vagy fordítva, oxigén a levegőben? Tudnád? Nem tudnád. Tehát arról tudsz, amiről informáltak. Világos? Szóval, miért mondom ezt? Azért, mert sok ember úgy generálja saját magának a problémát, hogy azt gondolja, hogy egy élete van és egy halála, tehát ebben az életben kell mindent megélni. És emiatt belemegy olyan dolgokba, amiben, vagy amiben nem szabadna belemennie, hogyha tudná azt, hogy nem fontos ebben az életben megélni mindent.
Hát az embernek tudnia kellene azt, hogy mit kellene ebben az életben megélni. Na itt kezdődik a probléma, hogy az emberek már nem tudják, hogy mit kellene ebben az életben megélni. 100 évvel ezelőtt még az emberek többsége a bolygón tudta, hogy ebben az életben mit kellene megélni. De már nem tudják. Tehát vannak általános dolgok, amire azt gondolják, hogy azt meg kellene élni. Persze vannak alapdolgok, amit mindenféleképpen meg kell élni. Meg kell élni az ételt, meg kell élni az italt, a vízre gondoltam. Jó? Nem az egyéb italra. Meg kell élni azt, hogy mit tudom én, legyen ruhád, meg kell élni azt, hogy legyen fedél a fejed fölött, meg kell élni esetleg párkapcsolatot vagy párkapcsolatokat. Szóval ezeket ugye az emberek tudják, de ezek ilyen alapdolgok. De azt nem tudom, hogy észrevetted el, hogy mennyire nem tudják azt megélni, hogy mondjuk idő előtt lecserélnek dolgokat. Vagy kell ez is, ez is, ez is, ez is, ez is. Igaz, hogy nem használom, de azért kell. Érted? Mennyi olyan dolgod van, amit mondjuk az elmúlt egy hétben nem használtál? Tehát ha azt mondanánk, hogy elmúlt egy hétben nem használtad, akkor nincs rá szükséged. Világos ez? Nincs rá szükséged. Szükséged van rá a nyári órára? Nincs. Szóval gondoljátok végig, hogy ugye az embernek van egy szükséglete, ami a szükségletem felül van, azt ritkán használja. Nem? Hát megnézed, a legtöbb ember az autót mire használja? Nem munkaeszköz. Nem jövedelemszerzési forma. Érted? Hanem keftelésre használja. Érted? Keftelésre, szó szerint. Az autók nagy részét az emberek nem szükségletből használják. Tehát nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert hát kényelem, vagy bármi más. Érted? Gondold végig. Na most, ha ezt végignézzük, csak nem az autót példaként, vagy hány olyan embert ismersz, akik egyedül vagy ketten laknak, hozzájuk képest, a létszámhoz képest óriási négyzetméterben. Gondold végig. Tehát, ha megnézzük, mit tudom én, mondjuk egy személynek, szerintem bőven elég mondjuk 30 négyzetméter szükségletként. Nem? Egy személynek. Nyilván a ketten vannak mondjuk annyiszor. De akkor sem kell annyiszor, mert ugye nem kell. Szóval gondold végig, ezt most csak azért mondom, hogy lásd, hogy mennyi olyan dolgot az emberek megfinanszíroznak, ami nem nekik jó, hanem azoknak, akik eladták, vagy megcsinálták, felépítették, érted? Azoknak volt jó. És ezt most miért mondom? Hát azért, mert gondold végig, hogy az emberek mennyi pénzt kiadtak. Tehát két dolgot érdemes végig gondolni. Az egyik, hogy mennyi pénzt kiadtak a szükségleten felüli dolgokra. Tehát életedben mennyit adtál ki szükségleten felül? Én ezt megnéztem, mi több 100 millió forintot kiadtunk szükségleten felül. Életünk eddigi részében. Akkor nézzük meg, de az biztos, hogy a legtöbb ember az több 10 milliót megcsinálta. Akkor van egy másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy azért a pénzért, gondold végig, mennyit kell dolgozni. Érted? Mennyit kellett dolgozni?
Tehát az emberek dolgoznak olyan dolgokért, ami nem a szükségletük, érted? És akkor nézzük tovább, mi baj van ezzel a kérdéssel? Eddig semmi gond nem volt. Hanem mostantól van gond. Mikortól? 2020 márciusától. Mert 2020 márciusától bekerültünk egy olyan világba, ahol egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit költöttél a múltban, mennyit költesz most, mennyi a jövedelmed, mennyit dolgozol, mennyi időt kell eltöltened mondjuk a pénzkereséssel, és mennyi időd marad mondjuk a szellemi fejlődésre. Majd beszélek arról is mindjárt, hogy miért kellene a szellemi fejlődés, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondold végig. És miért kell ezt végig gondolni? Mert a következő években az általános középréteget el fogják tüntetni. Szó szerint. Az azt jelenti, hogy a nyugati társadalomban a középréteg az gyakorlatilag elszegényedik. Oké? És utólag fogod majd bánni azt, hogy dolgoztál feleslegesen, érted? Kiadtál pénzt feleslegesen, mert most meg majd mondod a jövődben, nélkülözök. Érted? Tehát egy olyan világ alakul most, ahol nincs szükség az emberi munkaerőre. Érted? Nincs szükség. Nincs szükség. Ami azt jelenti, hogy mit fogsz csinálni? Tehát gondoljátok végig, logikusan, ez egy öngerjesztő folyamat, hogy az embereknek, tehát az emberek elkezdenek kevesebbet költeni, ugye nem tudom, látod-e, hogy az infláció hogy megugrott. Tehát az emberek elkezdenek kevesebbet költeni, az igényli, hogy kevesebbet termeljenek. Ha kevesebbet termelnek, akkor kevesebb alkalmazottra van szükség. És ez egy lefelé mozgó spirál, és ezt így lehetne folytatni. Többször elmondani. Tehát minél kisebb a fogyasztás, annál kevesebb emberre van szükség. És ezt az lefelé mozgó spirált elindították 2020 márciusra. Én azt láttam, hogy 2017 szeptemberétől már csináltak egy ilyen fenntartást, mert már akkor kellett volna bekövetkezni, nem a Covidnak. Tehát a Covid az csak egy álca volt. Jó? Covidba álcázták a gazdasági csődöt gyakorlatilag, ami a világban van. Érted? Azért, hogy az emberek utána ne támadják a politikusokat. Mert a Covidot hiába támadják, tudod. Mert előtte mindig, amikor gazdasági csőd, csődközeli helyzetek keletkeztek a világban, bárhol, akkor az emberek rögtön neki mentek a kormányoknak. Fifikásan kitalálták, ezt én már mondtam márciusban, 2020 márciusában visszaemlékeztek, hogy ez gyakorlatilag a gazdasági válság álcázása a Covid. Azért, és szó szerint ezt mondtam, hogy ne menjenek az emberek neki a kormányoknak. Jó? És ugyanez most. Most a háború az álca, hogy ne menjenek az emberek a kormányoknak. Jó? Tehát lényeg, mert mit tudnak tenni? Azt mondják, akkor hát háború van. Előtte Covid volt, jaj, hát nem tettünk semmiről. Miért nem ez van? Ez van. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, elindították ezt a lefelé mozgó spirált,
Mert miért indították el? Tehát egyszerűen én ebben a helyzetben, mint gazdasági szakember, ugye miért vagyok gazdasági szakember, mert pénzintézeteket vezettem, például piacvezetőt is a múltban, a 90-es években. Szóval lényeg az, hogy gazdasági szakemberként én nem vállaltam volna semmilyen kormányhivatalt. Tudod miért? Mert a gazdasági szakemberek látták azt, hogy a világ milyen út felé halad az eladósodottságok miatt. Oké? Ami azt jelenti, hogy eladósították az embereket, az bizonyos körök, ugye a banki tulajdonosok, mert nem a bankok adósították el az emberek, hanem a bankok tulajdonosai adósították el az embereket, meg az országokat, nem csak az embereket, hanem az országokat, a vállalkozásokat is eladósították. Oké? És ez így működik, hogyha eladósodnak az emberek, a vállalatok, az országok, akkor az azt jelenti, hogy gazdasági katasztrófát okoz hosszú távon. Oké? És ezt minden gazdasági szakember tudta, hogy ez így lesz. Egy kérdés volt, meddig húzzák a dolgot, amikor, ez olyan, mint mikor a, tudod, melegíted a vizet, és próbálod nyomni lefelé a fedőt, hogy a gőz ne jöjjön ki. Előbb-utóbb a gőz győz. Oké? Na most ez így működött, hogy ők próbálták lefelé nyomni a fedőt, hogy ne jöjjön kifele a gőz, de addig, ameddig lehetett. Oké? És emiatt az egész miatt, tehát ennek az előszele a 2008-as gazdasági válságot. Mondom. Emiatt gyakorlatilag én már a 90-es években tanulmányoztam olyan dolgokat, hogy egyszerűen senkinek nincs megoldása erre a kérdésre. Amikor ez eljön ez az időszak, senki nem tudja, mi a megoldás. Érted? És ez most így van. Próbálnak, de az nem megoldás, hogy egy álcát elérakunk, amit úgy hívnak, hogy Covid, vagy egy álcát elé rakunk, hogy úgy hívnak, hogy háború. Nem megoldás. A gazdaságilag fejlettebb országok, tehát a magasabb életszínvonalú országok közé tartozunk mi is, magyarok. Nem sokáig is, ne aggódjunk. Szóval, de most még igen. Mind ugyanezzel a problémával küzd, hogy az országok, a cégek és a magánszemélyek el vannak adósodva. És emiatt lesz óriási nagy gond. Oké? Nyilvánvaló, hogy ez úgy működik, még egyszer nézzük ezt a víz és vízforralás fedő példát, hogy elkezd forni a víz, és akkor elkezdi emelgetni a fedőt. De ha te lefogod, és egy idő után már nem bírod, akkor mondhatjuk azt, hogy robban, érted? És most a robbanás stádiuma volt, mert előtte szorították, tehát nem tudta magát kipöfögni a gőz, mert szorították le a fedőt, érted? Meddig? 5 évig. Ja nem 5 évig, 3 évig csinálták ezt, tehát 3 évig szorították a fedőt. De ugye 2020-ban már ki kellett a dolognak buknia évelején, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Tehát nincs gazdasági szakember, aki megmondja a Földön, hogy mi a megoldás. Tudod, mit mondanak megoldásnak? Ha elszegényítjük az emberiséget, főleg a vagyonosabb részt, akkor hamar meghalnak. Ez a megoldás. A népesség csökkentése. Ez a megoldásuk. Érted? Na jó, egy ilyen környezetben tessék gondolkodni, jó?
Tehát én azt mondod, hogy ördögöt festem a falra. Nem látod, hogy milyen világban élünk? Hát akkor te vak vagy, vagy nem tudom, vagy teljesen sötét, érted? Sötét forradó benne, nem látod? Érted? Tehát egy olyan világ van, amire fel kellene készülni. Oké? Jobb később, mint? Soha. Soha, így van. Tehát jobb később, mint soha. Én fölkészültem erre a világra 2017-től. Érted? Azóta mondom, hogy készüljetek föl erre a világra. Sőt, már előtte is mondtam, mert 90-es évektől mondom, hogy ennek a eladósodásnak, ennek a helyzetnek, ami van, ennek súlyos következményei lesznek a jövőben. Tehát most gondold végig, a fejlett országok nagy része, ahol nyugdíjfolyosítás van, ott részben hitelből finanszírozzák. Tehát az is az eladósodás része, hogy a nyugdíjakat hitelből finanszírozzák. Oké? Nem teljes egészében, részben tennek. Itt van, ahol jobban, van, ahol kevésbé. Szóval egy olyan világban élünk, ahol, hát ez kinek lesz igaza? Azoknak, akik azt mondják, hogy el kell szegényíteni a jobb, tehát a középosztályt, és akkor mi lesz? Hát most gondold végig, tehát hála Istennek, mivel ugye 87 óta foglalkozok emberekkel, és 91-től van saját szervezésű csapatom, ezért láttam olyat, hogy emberek, amikor jobb módúak lettek, utána hogy esett nekik, mikor visszaestek. Tehát mikor az emberek anyagilag visszaesnek, én láttam embereket, akik visszaestek anyagilag, hogy utána milyen hangulatra süllyedtek. Sokan lettek például depressziósok ettől. Ha megnézed például, minden csőd, milyen csőd? Tőzsdecsőd. Mikor a tőzsdék zuhannak, és emberek pénzt veszítenek, akkor hirtelen megugrik az öngyilkosok száma. Oké? Tehát az anyagi helyzet, a megszokott anyagi helyzetből való visszaesés, az megviseli az idegrendszert. Én láttam gyerekkoromban azt, amikor a szüleimnek nem volt elég pénzük, mikor kisgyerek voltam, állandóan veszekedtek. Majd elérték azt 12 éves koromtól, hogy legyen elég pénzük, mert elkezdtek vállalkozni, és onnantól kezdve a pénz soha nem volt a veszekedés témája. Érted? Mert volt nekik elég. De előtte két dolgon veszekedtek, vagy rajtam, vagy a pénzen, de azért a pénzen többet, hála Istennek, kezded. Szóval, és gondold végig, mikor elköltöztem, akkor már rajtam se veszekedtek. De mondom, ez a két téma volt. És nagyon sokan képesek arra, hogyha nincs elég pénz, akkor veszekednek. És gondold végig, az milyen helyzet, amikor nem lesz elég pénz, és az emberek veszekednek. Akkor jól fogják magukat érezni a veszekedéstől? Nem tudom, te már a pároddal valaha veszekedte, érezted akkor jól magad? Én még soha. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. Szóval egy anyagi visszaesés, sőt egyre nagyobb anyagi visszaesés, az komoly érzelmi válságot tud létrehozni az emberekben. Ami annyit jelent, hogy gondold végig, az ember úgy működik, ez is egy emberekkel kapcsolatos szabály. A következő, hogy ha az ember halálhoz vezető útját megvizsgáljuk, akkor azt látni, hogy a halálhoz való közelítés és a hangulat alakulása az párhuzamos. Tehát mondhatjuk azt, hogy egyenesen arányos. Tehát minél rosszabb egy embernek a hangulata, annál közelebb kerül a halálhoz. Minél jobb a hangulata, annál távolabb kerül a halálhoz, és nyilván elsősorban az általános hangulat határozza meg. Tehát az ember általános hangulata
elkezd romlani, annál közelebb kerül a halálhoz. Nehogy azt hidd, hogy a hatalomban lévő emberek ezt nem tudják a pszichológusok által. Tehát a pszichológusok ezekkel tökéletesen tisztában vannak, hogy az ember hangulata és a halálhoz vezető út rövidülése az egyenesen arányos. A hangulat romlása természetesen. Tehát ezáltal gondold végig a feltételezést, hogy, vagy a megoldásukat a hatalomban lévőknek arra, hogy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel. Azt, hogy mondják ők, nem én, akár elképzelhető, hogy 500 millió ember marad. A 8 milliárdból. 500 millió. Érted? Most kérdés az, te hova fogsz kerülni? Ez a kérdés. Hát ha most te alkalmazott vagy, vagy kényszervállalkozó, hát akkor nem gondolsz arra, hogy váltani kellene. És valami olyan dologgal foglalkozni, amire az embereknek szükségük van. Méghozzá nagy szükségük. És a jövőben tudod, mire lesz a legnagyobb szükség? A használható tudásra. A 90-es évektől mondom, ha a világon mindenki munkanélküle lenne, én nekem akkor is lenne munkám, és 90-es évektől azt is mondom, hogy én a jég hátán is megélnék. Na most nem tudom, ez rád mennyire vonatkozik. Nem kellene vajon egy ilyenfajta működést elsajátítani? Hogy képes legyél minden helyzetben megállni a talpadon? Nem kellene? Tehát ugye ki tud, ki az, aki tud, ez nem kérdés, csak gondolatszinten mondom, ki az, aki tud minden helyzetben helyes döntéseket hozni, helyesen cselekedni, és emiatt ugye helyes úton haladni? Hát akinek van elég tudása, nem? Nem? Nem logikus? Minél kevesebb valakinek az élet és emberismerete, hát annál kevesebben kevésbé boldogul egy nehéz helyzetben. Mondok példát, jó? Nekem volt egy nagybátyám, az azt jelenti, hogy anyu testvérének a férje. És ő volt olyan helyzetben, hogy mikor kikerült az iskolából, milyen iskolából került? Kihentes volt. Kikerült az iskolából, elment a Közvágóhídra dolgozni. És addig tudott a Közvágóhídon dolgozni, és teljesen jó fizetése volt minden, amíg a Közvágóhíd létezett. És a Közvágóhidat megszüntették. És onnantól kezdve nem tudott boldogulni az életében, érted? És tudod, hány olyan ember van, akinek megszűnt egy munkahelye, és utána nem tud boldogulni? Miért? Mert az én nagybátyám megtanulta azt, amit az iskolában megtanítottak, és soha többet, semmit nem fejlesztette magát. Semmiben. Ő nem gondolt arra, hogy a Közvágóhíd valahol megszűnik. Mivel az egy nagy vállalat volt. Érted? És onnantól kezdtek neki a problémái lenni ezen a téren, amikor megszűnt az a munkahely, ahol dolgozott, ami 35 évet, érted? De még nem volt nyugdíjas, tehát még nem volt nyugdíjkorú. Érted? És most csak egy olyan példát mondtam, hallottam én másoktól is, akik bányász településen éltek, hogy hát én bányász vagyok, én azt tanultam. Hát mit csináljak? Nem kéne valami más tanulni? Tehát olyat tanulni. Tehát van egy alapdolog. Ha valaki talál egy olyan dolgot, amire az embereknek szükségük van, és maga az egyén
nagyon jó kommunikációval rendelkezik, és nagyon jó emberi kapcsolatokkal tud rendelkezni, akkor bárhol tud boldogulni a világon. Érted? Bárhol. Tehát az az alap, hogy jó emberi kapcsolatok és jó kommunikáció. Ez az alap. Érted? De az, hogy jó emberi kapcsolatok, jó kommunikáció, nem kéne megtanulni. Tehát ma azt gondolják az emberek, hogy úgy lehet boldogulni az életben, hogy átveri a másikat. Érted? És nyerészkedik a másikon. Na most, az nem így működik. Tehát lehet, hogy azt látod, hogy vannak egyesek, hogy ebből van pénzük. Aha, de kérdezem én, aki átveri az embereket, az mennyire boldog? Abban van lelkiismeret. És tudod, mi a lelkiismeret? Az a lelkünk. Tehát a lelkünk visszaszól, hogy talán ezt nem kellene csinálni. És ott van a lelki ismeret furdalás, amely folyamatosan mondja, hogy ne csinálj ilyet. De ott van az ego ellentétként, amik azt mondja, hogy így van a könnyen pénz, könnyen szerzett pénz. Világos ez? És ugye mások ránéznek egy ilyen emberre, és azt gondolják, hogy hát neki milyen jó, mert sok pénze van. Aha, és mit látsz, amikor egy ilyen emberre nézel? Azt látod, hogy boldog? Ki van csukva? Egy olyan ember, aki átvág másokat, az soha nem lesz boldog. Ez egy alap dolog. Soha. A pénz az csak egy része, a kis része a boldogságnak. A boldogság úgy kezdődik, hogy szeretet. Úgy kezdődik. Úgy folytatódik, hogy egészség. Majd elismerés, szabadság, és csak utána jön a pénz. Az az ember, aki átvág embereket, az nem szabad, soha nem tud szabad lenni, soha nem fogják őt szeretni, ő se szereti az embereket, azért vágja át. Hol kap az átvágásért elismerést? Gondoljátok végig, hol lesz ő boldog? A boldogságnak ez az öt a feltétele, és a legutolsóban van a pénz. Érted? A legutolsó pont a pénz. De akkor is mennyi pénz? Hát amire szükséged van, az legyen. És kell persze tartalék is. Hogyha jön egy nehéz idő, akkor át tud hidalni a nehéz időt. Tehát a szükségletünk része a tartalék is, és a tartalék képzés. De azt mondod, hogy a mai világban mivel lehet tartalékot képezni, mikor minden instabil? Én tudok neked egy ilyet mondani, csak nem mondom. Jó? Miért? Mert most nem képzésben vagyunk. Jó? A képzésben mondom. A képzésben adom a módszereket, itt csak felvilágosítalak. Hogy mit, hogyan kell megoldani, a képzésben van. És ugye 2010 óta tanítom az embereknek a fejlődéshez szükséges tudást. Azóta nem tudtak olyan kérdést föltenni az ember és az élet működésével kapcsolatban, pedig több tízezren tanultak már itt. Amire nem tudtam volna válaszolni. Oké? Okay? Az ember és az élet működésével kapcsolatban. Nem azért, mert ilyen okos vagyok, nem. Hanem azért, mert van egy olyan kapcsolatom felsőbb lényekkel, nem lényel van, mert lényekkel van, akik megadják a választ. Érted? Szóval, ebbe se kell hinned, mert neked is lenne ilyen. Oké? Ezzel te is rendelkezhetnél, nem kell ebbe hinni, akkor nem is fogsz rendelkezni soha, semmi gond nincs ezzel. Jó? Nekem aztán tök mindegy, mit hiszel, vagy mit nem hiszel. Nem az én életem, hanem a tied. A te életed az a tied. Oké? Szóval, itt van egy olyan világ, amire föl kell készülni. És nem majd 2-3 év múlva szívni a fogadat. Érted? Tehát mi tudást viszünk el az embereknek, olyan tudást, amit a mindennapjaikban tudnak hasznosítani. Ez a mindennapi tudás, ez itt van. Jó? Ez 10 pont. Ebből, ha megnézed,
egy szellemi dolog van a 10 területből. Egy szellemi dolog van. Az összes többi az ott tudsz. Hogy képes legyél önmagaddal bánni, az fontos. Pároddal, az is fontos a boldogulásodhoz, szüleiddel, gyerekeddel. Ha bármelyikkel haragba vagy, az kemény negatív energia veled szembe. De ha önmagadra is haragszol, ugyanez a helyzet. Tehát nem csak ugye a párod, szülei, gyerekedről szól a történet, hanem sok ember önmagára is haragszik. Vagy másokkal. Tehát megnézzük, itt van csak az első 5 pont. Meg kellene tanulni, hogy ne haragudj. Egyikre se. Érted? Még akkor se, hogyha haragudnod kellene. De te azt mondod ilyenkor, hogy de hát azt én elmondanám neked, hogy én miért haragszom, akkor megértenéd, hogy miért haragszom. És akkor én azt mondom, hát ez nem így van. Szóval, gondold végig, innentől jön csak a 6-os ponttól az a rész, ami egy plusz. A munkád, a pénz, a környezet, hatóságok, de ez még mindig kézzelfogható dolgok. Ebben egyetlen egy terület, ami nem kézzelfogható, ugye az Istened. Tehát mondhatjuk azt, hogy ebből ez a spirituális rész. De az a spirituális rész, az azt jelenti, hogy értelmes energia. Oké? Hogy foglalkozunk azzal, hogy mit lehet kezdeni ezzel az értelmes energiával. Én csak annyit szeretnék mondani ebben kapcsolatban, csak úgy érdeklődésként, hogy a benned lévő lélek az egy szuper intelligens lény a testedhez képest. Ami azt jelenti, hogy korlátlan tudás befogadására képes. Ha a tested, tehát az agyaddal akarsz információt befogadni, akkor az agyba, ha korlátlan tudást akarnának behelyezni, akkor abban a pillanatban megőrülnél. Érted? Abban a pillanatban. A lelked viszont korlátlan tudást képes befogadni. Mivel a lelkednek nincs agya. Oké? A testednek van agya. Jó, tehát gondold végig, hogy vajon mennyire érdekel egy olyan tudást, amit a mindennapokban tudsz használni. 25 nagy témánk van, 9 évnyi képzéssel. 9 évnyi képzéssel. Ma a bolygón nem találsz még egy olyan tudásátadó szervezetet, vagy olyan oktatót, amely 9 évnyi tudást tudnak neked átadni. Oké? Tehát itt van egy. Azon kívül van nekünk egy küldetésünk. Minél több embert be kell vinni az aranykorba. Ugyanis az aranykorba csak azok az emberek kerülhetnek be, akik képesek feltétel nélküli együttműködésre másokkal. Na most az pedig ahhoz, hogy feltétel nélkül valaki együttműködjön másokkal, nem elég a tudás. Ahhoz gyakorlásra is van szükség. Tehát gyakorlásra. Oké? Most van egy kiválasztódás, hogy kik lesznek a jövő vezetői. Kik lesznek azok, akik vezetnek és tanítanak embereket. Most van. Ez a kiválasztódás elsősorban 2026-ig tart. Illetve 25 év végéig. Az már nem, nincs olyan messze. Na most ezeket a dolgokat nem én szoptam ki az ujjamból, hanem üzenték nekem. Ugye a fenti kapcsolataim. Azért bízták ránk ezt a feladatot, mert az elmúlt, mikor rám bízták, azelőtt azt mondja, hogy 20 akárhány éven keresztül bizonyítottam, hogy ránk lehet ezt bízni, ezt a feladatot.
Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy minél több embert kellene bevinni az aranykorba. Minél több embert. Ez egy küldetés, egy új korszak, egy elnyomásmentes történelmi korszak, ahol az ember robbanásszerűen tud majd tanulni az elnyomók hiányában. Hát most azért nem tudnak az emberek gyorsan fejlődni, mert elnyomják őket. Hát például megnézed, kapcsolj be egy híreket valamilyen médiába. Olyan elnyomás van benne, mint a húzat. Jó, tehát ha nem akar, mondjuk nincsenek elnyomó családtagjaik, már pedig a bolygón minden ötödik ember elnyomó, ha nincsenek elnyomó családtagjaik, reméljük nincsenek, akkor is a média tele van elnyomó szöveggel. Tehát magyarul az elnyomással nap mint nap találkozol. Ha csak arra vesznek rá, hogy túl költekezzél, az is az elnyomás része. Világos voltam? Mert annak előbb-utóbb negatív következménye lesz. Tehát én emlékszem arra az időszakra, amikor nem volt olyan, hogy hitel. És az embereknek mindent saját pénzükből kellett megvenniük. Tudod, hogy örültek, mikor gyűlik a pénzük? Tehát ők gyűjtögettek, és utána az összegyűjtött pénzből vásároltak. Én még nem láttam olyat, hogy valaki, amikor fizeti a törlesztő részletet, akkor boldog lenne. Én még ilyet nem láttam. De amikor félre rakták a pénzt, én azt láttam, hogy mennyire örültek, hogy megint ennyit félre tudtunk rakni. Megint ennyit félre tudtunk rakni. Érted? Én ezt megéltem. De mondom, még embert nem láttam, aki a részletek kifizetésének örülne. Tehát elérték az embereknél azt, hogy egyszer örüljenek, mikor megkapják a terméket, és majd utólag kifizetik. Érted? És ahányszor fizetnek, annyiszor nem örülnek, sőt, ellenkezőleg. Anno, annak idején minden félretett pénznek örültek, majd annak is, mikor végre megszerezték a terméket. Érted? És akkor mennyire örültek, mert igazán megdolgoztak érte. Most hol dolgozol meg azt, amit megveszel? Hol dolgozol meg azért? Hát utólag dolgozol érte, érted? Tehát van egy általános mondás, hogy az ember azt becsüli meg, amiért megdolgozott. És az emberek úgy jutnak dolgokhoz, nem azt mondom, hogy mindenki, tehát mindig tisztelt a kivételeknek. Akinek nincs adóssága, ők a kivételek. Azok, ugye, akik megdolgoznak a elért dolgokért, azok ugyanúgy működnek, mint régen. De akik nem dolgoznak meg, azoknál elérték, hogy sokkal rosszabb állapotban legyenek, mint azok az emberek, akik megdolgoztak a pénz, azért a dologért. Na, ránézve az órára, minden idő eltelt. Ha arra van szükséged, hogy hogyan old meg az életedben a dolgaidat, és esetlegesen hogyan segíts ezekben másoknak, akkor ez nem ez a első előadás, akkor ez a második előadás, ahol azok vehetnek részt, akik ugye már tanulók, de majd mindjárt a házigazdák erről többet fognak mondani. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és hogy megtiszteltettek minket jelenlétetekkel. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Hú, hát mindig mondom, hogy érdemes ide eljönni élőbe. Aki megteheti, az tegye meg. Aki elhatározza, biztos, hogy ide ér egyszer, mert nekünk ugye a múlt héten volt egy tanulónk itt Ausztráliából, pontosan 16 ezer kilométerről jött az ember, és eljött előadásra.
bárhonnan ide lehet érni, lehet, hogy egy kicsit több idő, kevesebb, 2 évig várt erre, aztán ideért. Tehát ide lehet jönni a adásra Szedlacsik Miklóshoz is, mert érdemes élőben megtapasztalni, hogy milyen energia van itt a mester körül, amikor egy ilyen bemutató adás például végig visz. Hát életünk egyik legjobb döntése volt, hogy itt elkezdtünk tanulni, és javaslom neked is, hogy gyere és próbáld ki. Már egyre könnyebb ugye a kapcsolatot felvenni a PPH-val, jelen vagyunk a Facebookon, az Instán, a TikTokon, a YouTube-on, bárhol találsz PPH-s szervezőket, akinek egy szimpatikus, ahhoz tudsz kapcsolódni, ő fog neked segíteni, mindenben is tudunk segíteni. Teszel hozzá valamit? Igen, nekem is most az jutott egyébként eszembe, hogy illetve egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem itt tanulni, és hogy az égiek elénk adták a PPH-t, mert nekem most az merült fel egyébként, hogy én nem jöttem volna ide tanulni, mert már mennyi félelem volt, engem már szerintem olyan betegített volna, hogy rengeteg problémával küzdködnék, de igazából tényleg itt kaptuk meg azt a használható tudást, ami által mind a félelmeinket tudjuk kezelni. Meg igazából tényleg a másik az, hogy persze fejlesztjük magunkat, de itt egy olyan cél van, ami nem csak miattunk van a tanulás, hanem tényleg egy olyan célunk van, hogy az aranykor létrehozása, ami az emberiségről szól. És ezt mi annyira tapasztaljuk, hogy a tudás által is javul az életünk, de azáltal javul legjobban, hogy az emberekért teszünk. És ezt rettenetesen támogatják az égiek. Mert itt tényleg, ha nem lesz aranykor, akkor itt az emberiség nagyon meg lesz aprítva. És tehát egy ilyen célért működni, ez egy nagyon jó dolog. És valóban itt úgy össze van rakva az egész iskola, úgymond, hogy itt mindig foglalkozunk vele. Itt megvan a rendszeresség. Minden héten, szerdán, vasárnap itt képzések vannak. Nincs nyári szünet, nincs téli szünet. És a másik nekem még annak idején az tetszett meg nagyon, amikor te ide jössz tanulni. Valaki által bejutsz. Elkezded a tanulást, valaki ajánlja neked, és elkezded a tanulást, és onnantól nem vagy egyedül. Tehát én nekem ez nagyon tetszett, hogy nagyon sok helyen voltunk, de amikor volt problémám, vagy nem megértésem, nem tudtam kihez fordulni, hogy segítsen. Tehát itt nem lesz egyedül, és együtt oldjuk meg a problémákat. És ez nekem egy nagyon-nagyon tetszett, és nagyon jó dolog, hogy kapsz segítséget mindenféle szempontból. A másik pedig, ami nagyon szimpatikus nekem, hogy a képzések ára, hát azt lehet mondani, hogy szerintem, hogy egy csekély, mert biztos vagyok benne, hogy több mindenki nézelődött már, vagy volt képzéseken, és azt lehet mondani, hogy több 100 000 forintot kiadsz érte. Itt nálunk ez úgy van, hogy első hónap 19.700 forint, a második hónaptól pedig 9.800 forint a havi tandíj. Tehát én azt mondom, hogy ez a mai világban már szerintem tényleg egy olyan összeg, ami megfizethető. És 3 év árgaranciával van. Ne felejtsük el, hogy milyen infláció lesz még, és még mindig vállalja a mester a 3 év árgaranciát 9.800 forintra. 3 évre. Ez így van. A szervezetünk egyébként vallás és politikai mentes. Nekem az is nagyon szimpatikus volt egyébként, hogy ezt az iskolát Szedlacsik Miklós hozta össze. Itt nincsen háttérhatalom, itt nincsen semmilyen támogatás, itt a támogatás az a felesége, Szedlacsik Marian és a családja Miklósnak. Tehát ők az életüket ezért tették föl. Én nem is tudok másik ilyen tanítót egyébként, akinek a családja, tényleg mindenki azért van itt, hogy átadják főleg Miklós azt a tudást, amivel egy sokkal jobb életet tudunk élni. És amit tanít, úgy él. Ez nagyon fontos. Azt tudni kell, hogy én is úgy jöttem ide az akadémiára tanulni, hogy ilyen árgus szemekkel, hogy mikor találok egy hibát. És több hónap vizsgálódás után sem találtam semmit, ezért felhagytam vele, és elkezdtem tanulni. És onnantól lett jó az egész. Úgyhogy bátran kezdjetek bele, hozzatok egy jó döntést, és hajrá, a világért egy kicsit változzunk. Változtassuk magunkat másokért,
hozzunk létre egy jobb jövőt. Igen, igen. Tehát tényleg, aki most hallgat minket először, vagy már régebb óta hallgat, ne gondolkozzatok, már az idő telik. Mi itt vagyunk már, most már több mint 8 éve lesz, és fantasztikus ebben a világban úgy élni, hogy mi a mester által megkapjuk előre az információkat. És mi a 8 év alatt megtapasztaltuk, hogy amit Szedlacsik Miklós mond, az úgy is van. De hányszor? Ez hányszor úgy is kimosolyodtam már magamat, otthon ültem, hogy már megint. Igen. 3 év után már megint. Nekem sehol nem volt ennyi felismerésem a képzések által, mint itt. Amikor felismerés születik, az nem egy könnyű, mert az ember szembesítik a hibáival. De viszont nem mindegy, hogy most abból kikerülsz egy-két hónap, vagy egész életeden keresztül, avval kínlódsz. Félelmeiddel, a hibáiddal, szerintem nem mindegy, hogy megkapod rá azt a módszert, és be tudod építeni, és jobbá válik az életed. Na szóval, gyertek tanulni. A szünet után önbizalomteremtő coachképzésünk lesz, amely, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Tekersz picit rajta. És ha úgy látod, hogyha nem érdekel az ajánlatunk, én akkor is azt tanácsom, hogy nézzünk meg még előadásokat, mert egy előadásból semmit nem lehet leszűrni, ez egy elhamarkodott döntés lenne. Úgyhogy nézzünk meg még előadásokat, tájékozódjál, kicsit kutakodjál, és aztán hozzá olyan döntést, ami esetleg a későbbiekben nem lesz olyan előnyös. Most 30 perc szünet fog következni, utána folytatjuk a második résszel. Új tanulóknak mondanám, hogy ugye kilépünk a díjmentesből, és átmegyünk a jelenhavi élő önbizalomteremtő coachba, ott fog kezdődni majd az előadás. Köszönjük szépen, jó szünetet mindenkinek! Köszönjük szépen!